Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok és a mai alkalommal érdekességet fogok hozni. Egy hihetetlen test átalakulást fogtok látni, hihetetlen fogyást. Egyik klienském, Major Daniel, aki 3 hónapja jár hozzám, és elkezdtük a diétát együtt. 100 kilóról kezdtük, és 80 kilóra ment le, kevesebb mint 3 hónap alatt, pontosabban 2 hónap 3 hét alatt. Ez számomra meghökkentő, és az is meghökkentő, és annyira inspiráció ezt látni, hogy mire is képes az emberi test, hogyha tényleg elszálljátok magatokat, bármire képesek vagytok, tényleg bármire. Úgyhogy őt fogjátok most látni, be fog nektek mutatkozni, elmondja, hogy hogy csináltam, mit csinált, ajánlja-e, mit ajánl, milyen diétát követett, stb. Úgyhogy jó szórakozást kívánok a videóhoz, vágjunk is bele! Sziasztok, engem Major Dánielnek hívnak, én 29 éves vegyészmérnök vagyok, jelenleg projektvezetéssel foglalkozom. Néhány szót szeretnék arról szólni, hogy igazából hogy történt az én testátalakulásom vagy lefogyásom. Röviden azzal kezdeném, hogy még nagyon kicsi koromban még karatéztam, aztán amit megvették általánosiskolában a számítógépet, onnastól kezdve abba hagytam mindenféle sportot, és odáig jutottam, hogy egyetemen, mire végeztem a mesterszakkal, addigra 130 kilóra sikerült magamat föltornázni, ami hát mondjuk úgy, hogy eléggé gajra vágta a fiatalkori önbecsülésemet és egyéb dolgokat. Igazság szerint, amikor elkezdtem dolgozni, akkor éreztem úgy, hogy most muszáj változtatni az életemen, mert teljesen mélypontra kerültem. Ekkor elkezdtem a úgynevezett Norbi diétát, tehát naponta elkezdtem a tévé előtt kávé kocogni, vagy hát ezt a Norbi tornát csinálni, és csinálni a diétát is magamtól, amit így utólag visszatekintve hát nem biztos, hogy jól csináltam, mert ugye kalóriát nem igazán számoltam, hanem csak azt, hogy mennyit eszek. És így igazából sikerült egy 4-5 hónap alatt ledobni egy 35 kg-ot, aminek örültem is, meg nem is, mert gyakorlatilag a zsírtól nagy részt megszabadultam, viszont ott maradt rajtam egy csomó lógó bőr, amivel igazából csak 2 évvel később szántam rá magamat, hogy egy esztétikai műtét keretén belül eltávolítsa. Nagyrészt ezután egy fél évvel találkoztam Ádámmal egy Fresh and Healthy Food étteremben, gyakorlatilag teljesen véletlenül és szóba egyettünk, és ott kezdtünk el arról beszélni, hogy hogyan is kéne edzeni, meg mint kéne, mivel én már azóta, akkor már 3 hónapja edzettem, úgymond magamtól, tehát semmiféle komolyabb instrukció alapján, hanem csak teljesen a saját fejem után menve, és nem igazán volt eredménye a dolognak. Azt éreztem, hogy még mindig volt rajtam azért egy jó 15-20 kg felesleg, amitől azért szerettem volna megszabadulni, de ez valahogy magamtól nem jött össze, tehát nem úgy edzettem, nem úgy ettem, nyilván mint egy laikus ezt nem tudhattam. És utána találkoztam igazából Ádámmal, és hát először, amikor eldöntöttem, hogy akkor kipróbálom, mint személyedző, akkor furcsa állottam, hogy ő engem le akar fogyasztani, mert én már akartam kezdeni tömegelni, tudom megmondani, hogy akkor most vagyok 99 kiló, akkor szeretnék 105 kilóra fölgyúrni magamat, aztán hát erről gyorsan letettünk, mert azért volt rajtam még fölösleg. Elkezdtem egy diétát, amit az Ádám készített nekem, és ez eléggé úgy tűnt már az első hónapban, hogy beválik. Igazából ami nagyon fontos az, hogy ezt be kell tartani. Tehát a Norbi diétánál nem tudta az ember, hogy mennyi kalóriát eszik meg, de mégis azért magától be tudja tartani az ember, viszont sokkal hatékonyabb, hogyha pontosan számolva van minden, leméri az ember az ételét, mert akkor igazából nem tud tévedni. Hát azért nagy akaraterő kell hozzá, mert szeretek enni, szeretem az édességet, szeretem a rántott húst, szeretek mindent, de úgy voltam vele, hogy ha már belevágok, akkor végigcsinálom. És hát durván a 3 hónap végére sikerült leadni egy ilyen 19-20 kilót, ami azért szerintem elég kemény teljesítmény, viszont érződött azért ennek a hatása, hogy az edzés során, ugye, mivel ez egy gyors zsírvesztés volt, nem igazán tudtam mondjuk az erőllétet növelni, hanem örültem, hogy megtartottam azt az erőszínvonalat, amivel mondjuk elkezdtem az edzéseket. Úgyhogy a diéta az úgy indult, hogy 3 nap magas szénhidrátos nappal, 3 nap alacsony szénhidrátos nappal és 1 darab nulla szénhidrátos nappal. Ez egy ilyen 2200-1800-1500 kalória volt, és így haladtunk, folyamatosan változtatni kellett a diétán,
ahogy ugye látszódott, hogy hogy alakul az embernek a fogyása. És a végén ugye ott tartottam, hogy gyakorlatilag a három súlyzós edzés napon volt három alacsony szénhidrátos nap, és a maradék három kardiónap, illetve a pihenőnapon pedig nulla szénhidrátos nap. A végére pedig még ráhúztam egy nulla szénhidrátos hetet. Tehát igazából így sikerült ezt az eredményt elérnem. Most pedig igazából az a cél, hogy szépen lassan visszaemelve a kalóriamennyiséget átfordítsuk a kalória deficitet, kalória többletbe, és lehetőleg egy valamennyi izmot sikerüljön mondjuk fölépíteni a elkövetkezendő mondjuk fél és egy évben. Igazából a cél az ilyen 99, most jelenleg 80 kg vagyok, és egy 90-95 kg a terv, hogy arra a testsúlyra szeretnék visszamenni, aztán pedig nyilván újra egy rövid diétával akkor most már véglegesíteni az embernek a formáját. Ami motivált a dologban az az, hogy Ádámnak a múltjából adódóan nagy a hozzáértése, tehát nem kellett azon gondolkoznom, hogy amit csinálok az jó úgy vagy nem. Nekem annyi dolgom volt, hogy betartottam a diétát és minden edzésen a szart is kihajtottam magamból. Úgyhogy hát igazából erről durva ennyit is, illetve ami még motiváló nagyon, hogy hát szeretek enni, és egy cél volt az, hogy ha már az ember fölépít magának egy megfelelő fizikumot, akkor hogyha már jó sok izmot magára szeret az ember, akkor nyugodtan ehet sokat, mert kvázi sokkal könnyebben tudja égetni a zsírt mondjuk heti 3-4 edzéssel, mint hogyha nincs megfelelő mennyiségű izomtömeg rajta, és hát mindenki szeret enni, inkább eszik az ember 3000 vagy 4000 kalóriát és edz egy csomót, mint hogy egyen mondjuk 2000 kalóriát és diétázzon. Úgyhogy hát röviden ennyit szeretnék igazából elmondani. Az Ádámot igazából ajánlom mindenkinek, mert szerintem hozzáértő és tud hitet adni az embernek abban, hogy amit csinál, annak van értelme. De ez persze csak akkor működik, hogyha betartjátok azt, amit elmondanak nektek, betartjátok a szabályokat is, és tényleg elhiszitek azt, hogy amit csináltok, az előrébb visz titeket, és jobb élet felé fogtok ezzel menni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, és informatívnak gondoltátok, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy nyomjon rá egy lájkot, osszátok meg barátaitokkal, ha ismertek olyat, aki túlsúlyban szenved, nyugodtan mondjatok neki, hogy éljenek rám, és én nagyon szívesen segítek nekik edzéstervel, személyedzéssel, étkezési tervel, bárhogy ahogy tudok, úgyhogy mindenképpen ezt adjátok tovább. Visszatérve Dánielre, nagyon-nagyon büszke vagyok rá, nagyon-nagyon sok embert edzek, rengeteg kliensem van, rengeteg embert edzettem az elmúlt pár évben, de még ilyenre nem találkoztam, aki 3 hónap alatt tényleg 20 kilót adott le a srác, és kérdés nélkül csináltam, amit mondok. Ennyi kell ez, emberek. Elszálljátok magatokat, van egy cél, és tényleg afelé haladtok, bármi is történjen, bármi is legyen, és Dániel egy nagyon-nagyon jó példa arra, nagyon-nagyon jó példa az átlag embereknek is, hogy ilyen volt, és ilyen lett, és ilyen rövid időn belül. És arra is jó példa, hogy igazából az ember tényleg bármire képes, amit a fejébe vesz, csak tényleg tenni kell érte, és akarni kell. Még egyszer kérek mindenkit, hogy nyomjon rá egy lájkot, osszátok meg, és nyugodtan írjatok le bármit is gondoltok, vagy bármi kérdésetek is van ide YouTube-ra. YouTube, a videó alá. Köszönöm szépen a figyelmet, Tari Ádám voltam. Peace!